आजा हग में ही सीने लगनी एवी दूरो दूरो दिल नू ना ठगनी आजा हग में ही सीने लगनी एवी दूरो दूरो दिल नू ना ठगनी मेरी हार्ट बीट चले या ना ड्राइव मुन्नेया मेरे दिल नू पकड़ ले टाइट मुन्नेया अब तेरे प्यार को तरसे दिन नाइट मेरी रग रग ने आजा हग में ही सीने लगनी एवी दूरो दूरो दिल नू ना ठगनी आजा हग में ही प्यार वाली रात बस हो गए तेरे साथ वे सो तेरी मानूंगी मैं तेरी हर बात वे तो है क्रेज तेरे बेईमान लव का एक तू ही मुन्ना है ना मेरे मतलब का देख सारे can't you see come on baby go crazy छोड़ शर्म हो जा फ्री सीने लग के ना होगी तू अलग शराब वे थोड़ी नियत आज कर ले खराब वे प्यार कर प्यार में कमी नहीं छोड़ना पास आके दिल से तू दिल मेरा जोड़ना गोली मारो दुनिया को come on baby me and you yo play it cool watch the show बातें करता है करने दे जल्दी Jó estét kívánunk a kedves szurkolóknak! Szurkolnak nekünk! Első napunkat élvezzük, első teljes napunkat élvezzük itt Katmanduba, és a szó valós értelmében élvezzük. Iszonyatosan jó minden. Nagyon-nagyon-nagyon őrült, ami nekünk tök jó, mert mi is azok vagyunk. És ez a legnyugodtabb utca eddig, ahol voltunk, és ugye hátulra lelőknek így is. Bocsánat. Tényleg őrült, mondtam. Aztán meg vagyunk. Jajjaj. A lényeg, gondoltuk, hogy csinálunk egy gyors bejelentkezést, már hogy itt egy kicsit nyugodtabb, ez nem sokáig tartott, de mindjárt tovább megyünk itt valamerre. Hát, egy kicsit nyugodtabb. Ja. De sose folytak el. Felkeltünk, lementünk az étterembe reggelizni, és... Szerintünk csak hárman vagyunk összesen a szállodában. Igen, egy bácsi van rajtunk kívül, úgyhogy meg miket nem. Úgyhogy csinálnak ilyen önkiszolgálós reggelit, hanem... lehet rendelni, de viszont nagyon jól összeütötték. A tegnapi vacsó volt a legjobb kaja, amit ettünk nagyon... Este csináltunk egy ilyen bejelentkezést, ezt mondtuk. A reggeli után bejöttünk, rákerestem, és van egy Hamel körzet, ami ilyen vásárlós, shoppingolós és nagyon hangulatos. Mondtam a Dórnak, hogy jöjjünk el, mert tegnap este befagyott ugye a seggünk eléggé, és azért közelít így a nulla fok közé. Nem ezt egy Kabátot kellett venni. Sorry? Where are you from? From Hungary. Sorry, I'm just recording a video. Oh, sorry. That's alright, not to worry. You know, brother, today is a big festival. Yeah, yeah, I know. Mindenhol ránk akarnak valamit hozni, és mindenhol valami
valaki valamit akar eladni, de ezt már megszokhattuk. De nagyon nyomulós, hogy csinálják. Igen, de se baj, hát ez ezzel jár. Visszatérve a lényegre, hol tartottam? Tehát vásárolnunk kellett kabátot, meg ruhát. Szóval eljöttünk ebbe a Tamel körzetbe, és rengeteg volt, minden, tehát az eredeti sportcuccoktól kezdve a hamisítványig minden van, és tényleg, hol vagy te? Folyton előttem kavarnyászol. Hát nem, az azt jelenti, hogy te kavarnyászol mögöttem. Ha arrébb megyek, akkor ott jössz elém, ha arrébb, akkor majd itt jössz elém. És vettünk kabátot, kettőt. Valamint egyet. Hát, az kettő. És Under Armour-ot... Oh, shit! Szar is kiugrott belőle valami. Hát mégis az útfedetben sétált. Ja, de nincsen útszéle. Útszéle van? Járnak nincs. Ja, na, azt akartam mondani. Jó van, ez nem lesz egyszerű bejelentkezés, soha nem érünk a végére. Vásároltunk, vettünk malát, vettünk karkötőt, vettünk a Dórnak ruhát, úgyhogy ne vegyünk sok cuccot, mert nincsen hogyan hazavinni, részt azt felborítottuk egy nap alatt, mert tele van a táskám, és viszont lehet, hogy tudunk majd hazaküldeni csomagot. Ez az opció egy kicsikét egyszerűbb lenne, mert túl sok minden tetszik. Nagyon olcsó minden, ami azt jelenti, hogy nekem a kabátot, amit vettünk, az volt kb. 10 font átszámolva. Most vettünk kávét, ez volt 160 ripi-rupi, ami nem is tudom, kb. Fél font, vagy 0,7 font. Nagyon olcsó minden. A taxi hozott be minket a városba 500 ripi-rupiért, ami megint csak olyan 3 font körül van, 3 egész valamennyi. Annak ellenére, hogy benn vagyunk a belvárosba, és úgymond itt minden drága, ehhez képest is nagyon, nagyon olcsó. Ez egyébként helyi kávé. Ez helyi kávé. Nagyon érdekes. És a kávézó is nagyon érdekes volt, ugye? Igen, nagyon picike volt. De nagyon, nagyon kedvesek itt is az emberek. Van egy-két furimuri ember itt is azért, de tényleg akikkel is szóba igen, csak ez megint mellettem jöttem aki. Szóval akikkel így beszélgettünk, nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. A szállodában is nagyon cukik, a szoba jó, kényelmes az ágy, és volt fűtés. Egész éjszaka ment a klímából a fűtés. De ma már nem fogunk fázni. Ez nem egy összeszedett videó, hát a lényeget el sem mondtam, elmentünk a melyik térre? Durbartér. Durbartér, igen. Kb. 10-szer néztük meg, hogy végre legalább egy rohadt helynek a nevére emlékezzünk. Büszke lehet ránk a család, milyen okosak vagyunk. És nagyon, nagyon jó volt, tehát ugye ez a város központi része, a főbb épületek itt vannak, azok a nagyon régi épületek. Sajnos ez megsínlette a 2015-ös földrengést. Igen, tehát a képek alapján elég sok mindent helyre raktak már most, de szerintem majd meg fogunk állni befejezni a bejelentkezést, mert kiértünk egy főútra és semmi nem fog hallatszódni. A lényeg az, hogy Jó vagyunk. Nem üt el senki. Megsínlette a földrengés, de igyekeznek rendbe rakni, és van egy-két épület, amit nem értjük, hogy maradt meg, mert akkora repedések vannak rajta, akkor majd be tudom rakni. Lélektől. Igen, de gyönyörűek tényleg, tehát ilyen több száz éves épületek, olyan szép fafaragások van minden, hogy pazar nagyon. Igazából más azóta nagyon nem történt, most sétálunk valamerre. Aztán visszajönk, nem tudom, hogy visszajönk a szállodához. Lehet, hogy csak a stupához megyünk, ami ott van a szállodától nem messze. Szerintem inkább, mert aztán most körözünk. Igen. De be akartunk jelentkezni, hogy gyorsan mondjuk, hogy jól vagyunk. Az első benyomás nagyon jó. Örültek háza van, de jó ez. Ja, van egy faszi. Körülbelül mindenhol ott van. Mindenhol ott van, és de vicces volt, ő is el akart adni, hogy körbevezet minket. Pár percek később sétálunk, és egy magyarul árus mellett rákcsálj magyarot, nem kértek magyarot? És egyébként nem akartok mindig, nem tudom hányszor, és most megint itt ment el. De ez nem órák... is nézett minket nagyon. Igen, úgyhogy lehet, hogy ezért, na mindegy, kicsit oda kell figyelni. Vicceltem. Elköszönünk, megyünk, mert ez hosszú lett, aztán majd még valami zárást csinálunk fél percbe, ami csak lesz fél perc. Ennyi.